Mindannyian ismerjük a hős Robin Hood történetét, hiszen ez a popkultúra szerves részét képezi. Ő az a hős, aki a gazdagoktól elvesz és a szegényeknek ad, ezáltal pedig valamelyest romantizálja a rablást, mint bűncselekményt. És bizony a valóságban is léteznek olyan bűnözők, akiket nemhogy utál a közvélemény, hanem az emberek rajonganak értük, azokért a tettekért, amiket elkövettek. A mai videóban 5 ilyen közkedvelt bűnözőt hoztam nektek. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! 1971-ben egy D.B. Cooper nevű férfi azt állította, hogy egy házilag barkácsolt bomba van nála, és eltérített egy utasszállító repülőgépet. Cooper nem terrorista volt, hanem egy tolvaj, ám egy kicsit sem hétköznapi tolvaj. A repülőgép személyzetétől 200 ezer dollárt követelt, valamint 4 ejtőernyőt, amikor pedig landoltak Seattle-ben, ezeket a kéréseket teljesítették is. Itt megengedte, hogy a pénzért cserében leszálljanak az utasok, majd a személyzetnek megparancsolta, hogy vigyék őt Mexikóvárosba. Azonban útközben, amikor Oregon felett repültek, Cooper fogta magát és a pénzzel teli bőröndel együtt kiugrott a repülőgépből. Sosem látták többet. Évekkel később találtak némi készpénzt azon a helyen, ahol azt feltételezték, hogy Cooper landolhatott. Az FBI úgy véli, hogy a férfi a földetéréskor szörnyet halt, ám holtteste a mai napig nem került elő. Így vált D.B. Cooper legendává az évek során, és sokan megvannak róla győződve, hogy sikerült lelépnie a pénzzel, és valahol a Bahamákon tengeti öregkori éveit. Frank Ebegnél történetét legfőként a Kapjálha Tudsz című Leonardo DiCaprio főszereplésével készült filmből ismerhetjük. Spielberg rendezése azonban valós eseményeken alapul. Ebegnél ugyanis a valóságban is létezett, és hasonló csalásokat követett el, mint a filmben DiCaprio. 21 éves korára több millió dolláros vagyon tudott összecsalni magának. Főként csekkhamisításban utazott, de az sem esett nehezére, hogy pilótának vagy orvosnak adja ki magát esetenként. Olyan természetessé vált számára a csalás, mint másnak a levegővétel. Végül 1971-ben nyakon csípte a rendőrség, és 12 év börtönre ítélték, amiből csak 2 ült le ténylegesen. Az FBI úgy döntött, hogy Ebegnél kifinomult hamisítási képességeit ők is hasznosítanák más csalók leleplezésére. 30 évig dolgozott az FBI csalásra specializálódott szakértői között. Manapság pedig saját csalásfelderítő céggel is rendelkezik, ami bankokat és cégeket segít egyaránt. A jelenleg a 70-es évei taposó Frank Ebegnél tehát bűnözőből valódi hőssé vált az amerikai emberek szemében. A lista egyetlen női szereplője Georgia Durant, aki főként bűnözők fuvarozása révén vált ismerté. Már 10 éves korában modellkedéssel foglalkozott, és igencsak mozgalmas élete volt. 20 éves koráig túlélt egy szexuális erőszakot, egy bántalmazó házasságot és még egy bandaháborút is. A második házassága során pedig a bűnözők világába is belecsöppent, ugyanis a maffia tagjait fuvarozta különböző bűncselekmények helyszíneire. Később Los Angelesbe költözött, ahol kaszkadőrsofőrré képezte magát, és megalapította saját kaszkadőr vállalatát. Azóta pedig több száz mozifilmen dolgoztak. Georgia Durant nem csak a kalandos élete miatt lehet példakép a nők számára. Életrajzi regényében brutálisan őszintén vall arról, hogy hogyan tudta átvészelni a bántalmazó férjével együtt töltött éveket. Továbbá folyamatosan járja a börtönöket is, és jótékonysági rendezvényeken tart előadásokat családon belüli erőszak áldozatainak. John Dillinger sokan az 1930-as évek Robin Hoodjaként tartották számon. Már egészen kisgyerekkorától kezdve a szervezett bűnözés kötelékében volt, mégsem rabolt bankot egészen 30 éves koráig. A gazdasági válság korában azok az emberek, akik becsületesen dolgoztak, sem kaptak elegendő fizetést, ezért fordult John Dillinger is a bankrablás felé. 1933-ban aztán elkapták, azonban sikerült megszöknie a hatóságok elől. Dillinger és bandája azért vált kifejezetten népszerűvé, mert a bankokból elrabolt pénzből sok esetben osztottak az utca emberének is. Nem sokat, de épp eleget ahhoz, hogy rávegyék az embereket a hamis tanúzásra, amikor a rendőrség kutakodni kezdett a bankrablók után. Dillinger rövidesen első számú közellenségé vált, ez pedig egyenesen legenda státuszba helyezte őt. Végzetét azonban mégiscsak a hatóságok jelentették, akik végül elkapták és lelőtték. Az emberek szemében viszont óriási tiszteletet vívott ki magának, hogy hányszor sikerült meglépnie a törvény őrei elől. A lista egyetlen magyar szereplője nem más, mint Ambrus Attila, aki a 90-es években rabolt ki egy tucatnyi bankot és zsákmányolt több mint 100 millió forintot. Első rablását 1993-ban követte el, azért, hogy bizonyítson jómódú barátnője szüleinek.
Ambrus bár számos bankot kirabolt, sosem ölt meg senkit, sőt egy alkalommal megakadályozta a küszöbön álló vérontást. 1999. októberében néhány nappal utolsó bankrablása után elfogták, majd 2002-ben 17 év szabadságvesztésre ítélték, jó maga viselete miatt azonban 2012-ben szabadulhatott. Ambrus Attila a börtönben sem tétlenkedett, ugyanis leérettségizett, sőt 2009-ben le is diplomázott. Szintén a börtön büntetése alatt kezdett el kerámiázással foglalkozni, emellett angolul tanult és haditudósítónak készült. Szabadulása után sorban hívták meg tévéműsorokba, több könyv és egy nagy játékfilm is készült az életéről, a Viszkis címmel. Az Antal Nimród rendezésében készült filmet 2017-ben mutatták be a magyar mozikban. Szintén 2017-ben Berki Krisztiánnal közösen megnyerték az Ázsia Express című műsort. Ambrus Attila tehát a médiában és az emberek szemében is túlnyomóan pozitív megítélésben részesül manapság. A kerámiázás a mai napig fontos részét képezi az életének, ugyanis egyedi vázákat, korsókat és bögréket is készít, amiket aztán városi vásárokban árusít. Ez lett volna annak az öt bűnözőnek a rövid története, akik az értékeinkkel együtt, valljuk be, a szívünket is ellopták. Elvitted a szívemet? Magyarul kifejezetten pozitív megítélésnek örvendenek. Szerintem több sikeres megváltás történet is elhangzott a videóban, elég csak például Ambrus Attilára vagy Frank Ebegnélre gondolni, akik aztán később tényleg beilleszkedtek a társadalomba, ráadásul tisztességes munkával. És ők bár a rossz utat választották, azért nem feltétlenül rossz emberek, legalábbis én úgy gondolom. Érdekes dolog ez, hogy vannak olyan emberek, akik nem azért csábulnak el a bűn útjára, mert születésüktől fogva rossz emberek lennének. Ezért is fontos szerintem megjegyezni azt, hogy az irántuk érzett rajongás egyáltalán nem összeegyeztethető a sorozatgyilkosok őrült rajongóival, akik esetenként a megszállottságig imádják a szörnyű tetteket elkövetett embereket. Itt viszont teljesen másról van szó. A lista viszont közel sem teljes, még legalább egy tucatnyi közkedvelt és legenda számba menő bűnözőt ismerünk. Vagy legalábbis az ő kalandos élettörténetüket. És bizony most is csak rajtatok múlik, hogy lesz-e következő rész. Meg persze rajtam is, aki aztán elkészítem. Szóval a kommentben írjátok meg, hogy kikről látnátok még szívesen hasonló összeállítást. Illetve azt is, hogy mit gondoltok a listán szereplő személyek büntetteiről. Tényleg jogos lehet a megbocsátás az esetükben? Nos, fejtsétek ki a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!